Szevasztok, üdvözlöm mindenkinek ezen a szép napon reggelen, délutánon. Nemrég azért a munkából megbrotfálkoztam, még piros is vagyok, ahogy látjátok, valószínű, a hajam egy kicsit vizes. Erről itt eszembe le kell vágni a hajamat, hogy is kezd hosszú lenni, nem tudom, lehet-e látni a kamerán vagy nem. De most már több mint 4 hete nem vágtam le, ugye havonta legalább egyszer leszoktam vágni. Amúgy nem más csinálunk, mint éppen játszunk, itt van a Davis. Most kapcsoltuk be ezt az Xboxot, és nem másra fogunk játszani, mint mivel fogunk játszani. Ez milyen játék? Ez valami legós játék, én azt hiszem. Valami legós játékkal fogunk játszani. Ja, általában a Davis ilyenkor szok játszani, csak nézem, fókuszba vagy nem. Akkor ugye hazérek munkába, és akkor ilyenkor játszunk egy kicsit. De, még mielőtt játszunk, a Davishoz játszik, mielőtt én játszunk, meg akárki más játszik. Valamivel meg fogok próbálkozni, amivel már rettentő régóta megszerettem volna. És gondoltam, hogy ez a mai nap egy jó alkalom lenne rá, hogy miért. Nem tudom, lehet, hogy azért, mert nincs olyan meleg. Mutatom, milyen az idő, előjött a szembe. Oda néz! Látod? Ilyen szép az idő. Nincs olyan túl hideg, nincs olyan túl meleg. Olyan 30-32 fok van körülbelül, tehát nincs ez a nagyon-nagyon-nagyon meleg, ugye ez a 38 izzadós, 40 fokos idő. Éjszakánként most már tudunk aludni, mert éjszaka most már csak olyan 22-3 fok van ugye néha. Úgyhogy most már jobban lehet aludni. De, amivel meg szeretnék próbálkozni, az egy étel, ilyen konzervre valami étel. Mutatom, hogy micsoda. És ezzel azért szeretnék megpróbálkozni, mert én mindig meg szerettem volna próbálkozni, viszont én nagyon szerettem az ilyen halakat. Ezeket a konzerves halakat. Én naponta egyet biztos, hogy megeszek. Már ide vissza letesszük. De! Van ez a másik fajta, ez azt hiszem a szardiniás. Ilyen, látod? Én ezt egyszerűen nem bírom megedni, ugyanis mutatom, hogy milyen. Várjás, ki kell bontani. De rettentő régóta meg szerettem volna vele próbálkozni. De várjál, lerakom ide a kamerát. Ugyanis állványon van a kamera, látod, ilyen dobozban van. És valaki kíváncsi az árára, ez egész pontosan $2 került. Látod, ilyen konzerves valami, és hogyha megbontjuk, akkor valószínűleg lé van benne. Jaj, folyik mindenfelé, megint maszatolok. Ilyen kajás, ételes videóknál mindig maszatolok, látod, hogy a kezemen is folyik. És a feleségem már csak próbál meg most, mert itt a csap, nem nagyon örül neki. Úgyis próbálom mindig eltakarítani, csak nem rendesen. De várjál, kimentem a fókuszba. Tehát, ezt a halat mutatom még egyszer. Ezt, látod? Én rettentő régóta meg szerettem volna próbálni, de mivel úgy néz ki, mint egy hal, én nem tudom. Én nem bírnák beleharapni. De meg fog próbálkozni vele, ugyanis rettentő régóta meg szerettem volna ezzel próbálkozni. Én szeretem a halat, szeretem ezt a konzerves halat, de ezt az egyben lévő halat, mikor rajta pikkel minden, és így berakni a szálba, nem tudom. Biztos, hogy jó íze van, legalábbis nagyon remélem. Gondoltam, hogy megpróbálkozok vele, miért ne? És erről jutott eszembe, ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy ti hogy vagytok akármivel, melyik az az étel, vagy konzerv, vagy akármi, minden lehet, az chips, csoki, akármi, amit nagyon régóta meg szeretnétek próbálkozni, vagy próbálni, de egyszerűen nem tudtátok rávenni eddig még magatokat, hogy megpróbáljátok. Ugyanígy vagyok a csigával is. Olyan, mindig megpróbálom, mert szeretem megpróbálni új dolgokat, ezt a csigacsigát, amit tudod, hogy kiszívsz belőle, de nem tudom, nem tudnám megpróbálni. Na mindegy, egyáltalán van ilyen dolog, amivel így megpróbálkoznátok, csak nem mertek. Még a békát is meg szeretném egyszer próbálni, ugye megenni a sültet, de azt sem, nem tudom. Mondjuk az, hogy a béka, meg ez a csiga van az első helyen, amit... És azután jön ez a hal. Ez. Amit nem tudok megenni, de most meg fogok vele próbálkozni. Na mindegy, lerakom a kamerát. Amúgy múltkor látom a boltban, és én azt szépen látom, hogy be volt csomagolva, nézegettem ezeket a halakat, és akkor gondolkoztam, hogy ráveszem magamat, és megpróbálom, hogy milyen. Beszélek csak túl sokat, szerintem csak húzom ám az időt, amit próbálom kivenni. Ó, te ilyen nyálkás! Ó, hoppá, folyik mindenfelé. Ó, te! Látod? Rajta pikkel, én nem tudom, azért nem bírom így megenni. Amúgy a belsejében biztos, hogy láthatok már ilyet, nincsen szálka, de... Büdös a szaga. Amúgy ezt hogy kell enni? Kenyérrel kell enni? Vagy csak így
Meg, én a másikat azt kenyérrel szoktam enni, meg sajttal, vagy uborkával, de... Na mindegy, ezzel meg fogunk próbálkozni. Amúgy azt hiszem, hogy ez oliva bogyóval jött. Látod? Vagyis olyan szószba, vagy valamilyen valamibe van. Próba 14! Még mindig nem haraptam bele, mondjuk nem 14, de egy pár szóval megállítottam a kamerát, ugye ugyanis próbálom magamat rászteni, hogy legalább harapjak bele. Na figyelj! Hiszed vagy nem, de az íze az majdnem ugyanaz, mint az a konzerves halé, az ami ugye fel van egy darabolva, tudjátok az melyik az, amit elmutattam, amit megeszek naponta egyet. Annyi a különbség, hogy ez egyben van. Tehát, de nem tudom. Tudom, hogy ez ugyanaz, de még megfogni is olyan sikos, olyan kis halacska, látod? Megpróbáltam. Belaraptam. Az íze az ugyanaz, ha becsukod a szemed, egyáltalán nem mondod meg, hogy ez milyen féle hal, hogy egyben van vagy nem. De én ezen túl sem fogok azt hiszem, hogy ilyen hallal próbálkozni. Én azt mondom a feleségemnek, ugyanis őnek nincs így baja vele, és simán megeszi. De megpróbáltam. Tehát, ahogy mondtam, én mindig szeretek olyan dolgokat megpróbálni, hogy még sosem próbáltam meg az életbe. Egyszer meg fogom próbálni valószínűleg a csigát is, lehet, hogy még a békát is, de... Biztos, hogy nem mostanában. Nézzük meg a Lukaszt. Hát, ha ő is megpróbálja. Visszük a halacskát. Kérsz halat? Nem még. Na, harapj egyet. Na, látod, ilyen hal? Ez mi? Ez hal. Ez ilyen konzerves szardiniás hal. Mit csinálsz? Hát rendes hal, csak ilyen a... Persze! Én már megpróbáltam. Na, akarod próbálni? Nem. Miért? De legalább harapjál bele, hallod? Nem. Egy harapást. Na, nem. Egy har... Összetörött a hal. A Lukasz nem harapott bele. Amúgy mondta, nem tudom, a kinézete az. Szerintem a kinézete. A Lukasz, ha becsukod a szemedet, komolyan mondom, ugyanolyan, mint a rendes konzerves. Ide, dehogy nem, itt el nekem. Megkérdezzük a Davis, hát ha az akar valamit enni. Hi Davis. What? Kész halat? Do you wanna try this? Look. Nézd, halacska. Kész? Why? Miért nem kész? No. Na. Egy picit? No. Nem? Biztos? Nem. Nem? Egy harapás? Nem? Ennyire rosszul néz ki. Oké. Okay. Na, azt hiszem a családban eddig még mindenki rám ütött, ugyanis senki nem akarja megpróbálni, kivéve a feleségem. Bár ő sem szokott ilyet nagyon enni, de tudom, hogy megeszi. Eltakarítottam, elraktam, mivel a feleségem ugye meglátja. Ahogy tiszta piros én az arcom, komolyan mondom, borotválkozás után aztán ezentúl nem fog tudni elkezdeni videót, mert ilyenkor mindig annyira piros, főleg a kamerán, én nem tudom, hogy miért, az egész folyam tiszta piros, amúgy élőben nem így néz ki a fejem, sokkal szebb. Legalábbis azt hiszem. Na milyen? Aztán, amit akartam mondani még mielőtt elkezdünk játszani, vagy akármiről másról is beszélni, mindenkinek meg szeretném köszönni. Nem csak a sok feliratkozást, ugyanis rettentő sokan feliratkoztatok ugye a csatornára, minden új embert üdvözlök, minden régi embert üdvözlök, mindenkit üdvözlök itt a csatornán. Ugye nem sokára talán el fog érni a 100 000-et, még nem mostanában, ugye mert csak 83 000-nél vagyunk feliratkozóknál, ha jól emlékszem, túl is léptünk most már a 83 000-et, és még kell egy pár ezer, ugye elérjük a 100-at, de amit még meg szerettem volna mindenkinek köszönni, aki szavazott rám, ugye múltkor volt ez a Tube News, vagy nem tudom, hogy mondják magyarul, nem a világ, Magyarország, ugye ki a legjobb YouTube-os Magyarországon, mármint fel volt osztva kategóriákra, hogy 0-tól 1000 feliratkozóig, 1000-től azt hiszem 10 000-ig, 10 és 50 000, és én ben voltam ugye az 50-től 100 000-ig feliratkozók kategóriába, és ebbe a kategóriába, nem a legjobb vlogos kategóriába is, ugyanis abba nem kerültem bele, de ebbe a kategóriába, az 50 és 100 000 feliratkozók közötti kategóriába elértem, képzeld el, elértem az 5. helyet.
Tehát ezt mindenkinek meg szeretném köszönni, aki szavazott rám, ugye, és én rettentően örültem neki, ugye nem az első helyet értük el, nem a másodikat, de az ötödik helyet elértük, én rettentően ugye örültem neki, ugye és többen voltunk ebben a kategóriában, mint azért ötek, és mint ötem, és az ötödik helyet elérni, én nem tudom, én rettentően örültem neki, tehát mindenkinek tényleg meg szeretném köszönni, aki rám szavazott. És ugye, hogy nézitek a videókat továbbra is, meg eddig is ugye néztétek. Majd lesznek ugye folyamatosabban, meg sűrűbben ugye videók, amit befejeztem ezt a tanulmányaimat. A könyvek még mindig itt vannak. Látod? Még mindig tanulok, egész jól haladtam a héten, meg a múlt héten. Még mindig vissza van egy kicsike, talán több mint egy kicsike, egy picike, vagy hogy mondják, kicsike vagy picike, minden. De most már nagyon közel vagyok hozzá, hogy befejezzem, és ugye vissza tudom küldeni, aztán megnézni, hogy átmentem-e vagy nem. Remélem, hogy átmentem, és befejeztem! Most már lassan mondom, hogy egy éve kezdtem el ugye az iskolát. Na, mit? Mit akarsz elvinni? Nézd, ezzel játszunk. Ezzel a Marvel-es Legóval. A Davis a Hulk, és rohangál össze-vissza. Hova ugrálsz? Azokat ott le kell ütni, azt hiszem, ugye? Jussz-busz! Jaj te! Elnézzük, mit csinál a Lucas. Ja, és a Lucas az játszik az előbb. Na mi a helyzet? Nem semmi. Na mi van, kérsz halat vagy nem? Nem. Csak vicceltem, amit én megpróbáltam és nem volt olyan rossz. Milyen játszol? Persze. Még mindig? Akárszok, olyan mondom mostanában bejövök ide a szobába, hogy videózok. A Lucas mindig azon játszik, a Davis meg az Xbox-on játszik. Nem? Igaziból nem mindig csinálom ezt. Én azt tudom, hogy nem mindig, de a videókon komolyan mondom úgy néz ki, hogy hazajövök munkából, és a feleségem vagy ugye a konyhában, vagy a tévét nézi, a Davis az Xbox-on játszik, a Lucas meg ott. Ahogy nem itt lennek a délutánjaink. Csak mindenki ugye játszik ilyenkor általában egy picikét, mert ugye a Lucas most jött az iskolából nem olyan régen, a Davis meg ugye nem játszhat egész nap, főleg nem akkor, hogyha én nem vagyok itthon, és ilyenkor tudunk egy kicsit játszani. Felhúztam a cipőmet, látod ezt a munkást? Azért húztam fel, és a múltkor, ugye kiégett jó múltkor az ég itt bent a fürdőszobába, és kicseréltem. Ugye be kellett hozni ezt a nagy létrát, felmásztam és kicseréltem. Azt ott fent, látod? Ugyanis különben nem érem el. Kicseréltem rá másnapra, hiszed vagy nem, puf, megint kiégett. Úgyhogy nem tudom, hogy az égővel lehet baj, úgyhogy most kiveszem megint az égőt, a létrát be kell hoznom kívülről, és ki fogom megint cserélni, legalábbis megnézni, hogy mi a baja lehet neki. A létra amúgy itt van kint, látod a munkás létra, mert levettük az autókról, múltkor olyan helyen dolgoztunk, hogy le kellett venni a tetőről, mert különben nem fért volna be a ilyen ház alatti garázsba. Na minden, ugye felhúzzuk ezt a rólót, vagy micsodát, és megtaláljuk a húzókáját, várjál, itt van. Lehúzzuk a létrát, és felvászunk. Te! Amúgy képzeld el, van egy utánfutó. Ott áll. Ilyen jazzkis utánfutó. Lehet, hogy mindjárt megmutatom, bár sok érdekes dolog nincsen benne, mert csak egy utánfutó. Úgykor vettem egy jetskit, képzeld el, és jött ezzel az utánfutóval. A jetskit eladtam, nem használtuk, mert ugyanis, nem mindjárt, eladtam, és az utánfutót megtartottam, hogy a mi saját jetskinket ugye rá tudjuk erre rakni, és megy szervizre, és kellett mindenképpen egy utánfutó, a másik jetskinek nem kellett, mert ugye minden kettő. Nem mindjárt, egy kicsit ilyen bonyolult, de azt mondják, hogy van úgy jazzkis utánfutom, tehát most odahúzom a jazzkit, ahova csak akarom, és na mindegy, én örülök neki. Amúgy az a jazzki egy 2001-es ilyen Polaris jazzki volt, három személyes, ilyen elég nagy ilyen lomha, de azért na mindegy, jó volt, úgyhogy húzom. Látod? A létrát. Várjál. Az ott a biztonsági zárunk, ez nem más, mint egy ilyen összecsukhatós kiságy a gyerekeknek. Az azért van ott, hogy az ajtót éjszakáig nyitva szoktuk hagyni, ezt meg nem lehet bezárni, ezt a külsőt, ezt a rácsosat, és hogyha valaki éjszaka be akar jönni, ezt el is húzza, látod, ezt, na hova, kinyitja, akkor ez ebbe megakad, és nem tud minket ellopni éjszaka. Bár nem hiszem, hogy minket el akarnának lopni éjszaka, mert akarnák minket ellopni, de azért fő a biztonság, úgyhogy ez a biztonsági zárunk. Na minden, ezt én találtam, hogy oda teszem. Na. Hopp. Na, neki menjünk valaminek. Húzzuk a létrát. Jaj te. A beosztó létrát. Kitámasztottam, várjál, fölmászok rá. Hasonló le van kapcsolva, hogy nincs lekapcsolva az áram, akkor megrázd szerinted, vagy nem rázd meg? Na nem rázd meg. Azt mondja, hogy le van kapcsolva, és nem látom, hogy le van-e kapcsolva, vagy nincsen is ilyen. Olyan a kapcsoló,
másik oldalt meg fel lehet kapcsolni, és így össze-vissza. Á, na mindjárt. Azt mondja, magasabbra mászunk. Nehogy leessen. Látod, ez lejött. Na nézd, kijött az ég. Szerinted ez jó vagy nem jó? Nem tudom, lehet-e látni vagy nem. Ugyanis egy szál van benne, és el kéne, hogy legyen ott szakadva, nem? Én azt hiszem... Én nem tudom. Na ugye, kicserélj egy másikra. Na, megnézz a másik égőt, és ugyanúgy néz ki, mint ez. Hogy lehet, hogy nem is az égővel van gond, hanem a foglalattal. Megpróbálom ezt visszalakni, aztán jobban megnyomni, vagy csavarni, aztán... Na mindegy, akkor kiderül, figyelj! Na! Beraktam! Figyelj! Most jön a semmi, vagy a világosság. És... Ég vagy nem ég? Ég! Na mindegy. Lehet, hogy csak meg kellett mozgatni. Én azt hiszem, hogy akkor nem az égőre volt gond, legalábbis én azt hiszem, hanem a foglalattal. Vagy mondtam, ez egy ilyen régi ház, és sok minden nem működik rendesen, vagy a lámpa sem. Na mindegy. Én most visszateszem ezt a valamit, oda rája. Na, aztán onnantól megint világosba fogok zuhanyozni. És eddig sötétbe zuhanyoztam. Na mindegy. Na mi a helyzet? Mi mindig játszol, lehúzzuk ezt a rollót. Ó, mi történt? Nem tudod továbbvinni? Segítsek? Na mindjárt, ó, játszunk egy kicsikét, segítek neki továbbvinni ezt a pályát. Látod? A húknak ott adóit kell csinálni? Add el azt egy kicsikét. Add ezt az irányítót, ami mostanában képzelem működik, megjavult ez az irányító. Ugye múltkor kérdeztem, hogy mi a baja. Látod, megnyomjuk a B gombot, mutatottam. És itt húzogatjuk, és ó, nem tudom, mi csinálunk be, eldobjuk. Tessék, te jössz. Ami ki játszik ezzel a játéka, vagy régen. Ugyanis most játszunk vele megint, a Davisnek ugye új. Mindegy, hogy milyen régi ez a játék, neki még most is új. Minden régi játék, neki új, mert még nem látta őket. Na mindegy, érdekes, nem? Na mindegy. Amit kérdeztetek, hogy mikor lesz élőadás. Élőadás lehet, hogy lesz ma, nem biztos, de holnap lehet. Ezen a hétvégén, vagy a jövő hétvégén valamikor lesz, valószínűleg a hétvégén lesz élőadás. Nem tudom, hogy miért, de mostában rettentő sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz élőadás. Úgyhogy lesz. Ha nem is ma valószínűleg nem, de holnap akkor lehet, hogy élőadás lesz. Lehet, hogy egy rendes videó helyett élőadás lesz. Na mindjárt, ha meglátjuk. Úgyhogy ezt a mai videót itt most lassan befejezem. És hogyha még nem vagy feliratkozva ide a csatornára, és tetszenek a videók, ne felejts egy lájkot, egy szeretést nyomni erre a videóra, vagy akármelyikre, és a feliratkozó gombot, hogy minél előbb elég ugye a 100 000 feliratkozót. Mindenkinek tényleg meg szeretném még egyszer köszönni, akik nézik a videóimat, és ugye, hogy tetszenek neki nekik. Úgyhogy már annyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, legalább jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!